7-1-es győzelem után van olyan momentum, amivel esetleg nem vagy elégedett, vagy ez a mérkőzés tényleg olyan volt, ahogy az eredmény is igazolja, hogy itt azért minden klappolt? Hát ugye két fél időről beszélünk. Az első, egy edző életében nagyon ritka, hogy maradéktalanul elégedett tud lenni. Én amikor elképzeltem, hogy hogy fog ez a csapat játszani, amikor ugye átvettem, elképzeltem, hogy mi az, amit én szeretnék tőlük látni, nagyjából ez volt. És hogy ez a hatodik fordulóban el tudott jönni, ennek nagyon örülök. Szinte hiba nélkül játszottunk, volt egy kis információnk róla, hogy 10-20 percig az ellenféle akar majd minket támadni, viszont úgy éreztük, hogy ebben talán mi vagyunk a jobbak. Hát olyannyira jobbak voltunk ebben a kérdéskörben, hogy az első 20 percben gyakorlatilag a felezőpályán sem nagyon jöttek át. Így van, úgy gondoltam, hogy itt van, rájuk kell erőltetni a saját játékunkat. Örültem is neki, hogy esetleg a letámadáson gondolkodnak, mert így viszont nyílt terület nekünk a játékra. És valóban egy nagyon egyszerű első fél idő lett belőle. Hát aztán a második ott már volt probléma, főleg ez a kiállítás helyzet, ami azt gondolom, hogy sajnos jogos volt. A játékosom elvesztette a fejét egy olyan szituációban, amikor nem szabad, de hát ez is valahol a tanulási fázis része. Tehát nekik meg kell tanulniuk, hogy az indulatokon uralkodni kell. Ott egy kicsit más mérkőzés kezdődött, de ott is tudtunk gólt rúgni. Tehát ez azért azt gondolom majd dolog. Szép gólokat rúgtunk, tehát az nagyon fontos. A játék az meg azt gondolom, hogy szemet kápráztató volt. Tehát aki kim volt és látta ezt a meccset, biztos, hogy benne nagyon jól szórakozott. És hogyha az összképet nézzük, ugye jól indult a bajnokság, a csapat veretlen, ugye sok győzelem mellett mindössze egy döntetlen a mérleg, ez megint csak a pozitív jövőképet vetíti előre. Igen, valóban viszont van egy mondás, egy népi mondás, miszerint a tyúkokat este kell megszámolni, úgyhogy majd májusban számolgatunk, most egyelőre készülünk a következő mérkőzésre, de igen, egyelőre jól nézünk ki.